galvani hídról beszélünk, akkor két hídról beszélünk. Egyrészt, ami a Nagy Dunát íveli át, nevezzük ezt Galvani hídnak, most az egyszerűség kedvéért, és van a soroksári ráckevei áthidaló, ami tulajdonképpen a csepeli Duna ágat hidalja át. És akkor ennek tulajdonképpen a budai felvezetője és a pesti levezetőjéről van szó. A második szakasz pedig tulajdonképpen a Gubacsitól, vagy az Illatos úttól az Üllői útig tart. Nekünk van, volt és lesz olyan félelmünk, hogy nyilván, hogyha az első szakasz megépítik, akkor egyértelműen az első szakasz meg fogja határozni a második szakasz nyomvonalát, amiből, mint az, aki ismeri, követi a galvani beruházás eddig most már a nyilvánosság előtt 5 éve zajló történetét, az tudja, hogy 6 nyomvonal tervezet van, de ezek a nyomvonalok, ezekből lényegében 4 az, ami folyamatos fókuszban van a beruházónál, és ezek mindegyike a kiserdő és vagy a határút területén menne. Egy ekkora beruházást, ami összefügg, aminek szinte minden részlete összefüggésben van egymással, ezt nem lehet, erre nem lehet környezetvédelmi engedélyt adni szakaszolva. Ez a határút és a kiserdő területén azt jelenti, hogy most a jelenlegi számítások szerint, ha jól emlékszem, olyan 11 ezer napi forgalom van, tehát 11 ezer gépjármű halad át ezen a területen, a határúton. Ez körülbelül 40 ezerre biztosan föl fog menni a prognózisok alapján. És ez azt is tudjuk, hogy ez a beruházás, ez tulajdonképpen a határú, vagy az Üllői út csomópontig tart. Tehát, hogy onnan hová fog menni ez az elképesztő mennyiségű autóáradat, ezek a mai napig nincsenek beruházási tervek. Tehát tulajdonképpen forgalomelterelésről van szó. Hídra szükség van valóban a budapesti déli Duna szakaszon, de az, hogy ez a híd milyen keresztmetszetű, hogy milyen fókuszú, tehát autós fókuszú, tehát ilyen autós és nehézgépjármű fókuszú, vagy inkább tömegközlekedés fókuszú, gyalogos fókuszú, kerekpáros fókuszú, ebben már megoszlanak a vélemények. Egyébként, ha mostani galvani hídra nézünk, akkor az egyértelműen egy gépjármű fókuszú és tehérgépjármű fókuszú híd. 2x2 sáv, mind a Dunán átívelő híd, tehát a galvani, mind pedig a csepeli szakaszon átívelő híd, mind a kettő 2x2 sávos. Nyilván kap rajta helyet a közösségi közlekedés is, mert hogy azért az EU-s irányelv, de tulajdonképpen ugyanazt a típusú hidat látjuk, mint amit építettek a 60-as, 70-es években Budapesten. Én azt gondolom, hogy egy fontos pontja a keresetnek, hogy nem volt alternatíva vizsgálat. Ezt amikor beírtuk a megjegyzésként, akkor azt a választ kaptuk, hogy ez egy politikai döntés volt, hogy itt legyen a hídnak a nyomvonala. Én azt gondolom, hogy ennek nem politikai döntésnek kellene lennie, hanem minimum szakmai dolognak, de hogy a lakosságot is be kellene vonni. Azért Új-Budán 150 ezer ember él, az budafok, hogy egyáltalán nem vonják be a döntésekbe őket, hogy a tájékoztatás szintjén sem. A második probléma, hogy a Rákóczi híd és az M0-es híd között van egy 10 kilométeres szakasz, a Galvani híd az 1,5 kilométerre van a Rákóczi hídtól, és maradt további 8,5 kilométer üresen. Az Albertfalvai híd az Csepelt összekötné Budafokkal, a Galvani híd egy nagyon sűrűn beépített kelenföldi részt köt össze Csepelen a semmivel. Tehát egyszerűen józan paraszti észre nem értjük azokat a szakmai érveket, ami mentén úgy döntöttek, hogy a Galvani híd lenne a jó nyomvonal, legalábbis ami az itt lakókat kiszolgálná. Teljesen elkerüli Csepel belvárosát. Tehát, hogy a csepeliek, akik tulajdonképpen már évtizedek óta várnak arra, hogy átjussanak Budára, hát ezzel a híddal nem sokat könnyítünk az ő helyzetükön, Budafoknál szintén, és azt gondolom, hogy ami még egy nagyon fontos dolog, hogy városi hidat szeretnénk. Tehát, hogy ne abban gondolkozzunk, hogy majd az M0-es, ha be van dugulva, akkor majd erre fognak kerülni, meg hogy ezt most összekötjük az M7-est a Ferihegyjel. Nem szeretnénk, hogy itt a sűrűn beépített 11. kerületi, 22. kerületi területeken
emberek itt vágjanak le. Azért van az M0-ás, hogy azon menjen az átmenő forgalom, akár az, ki az agglomerációból jön be. Ez a híd, ha lesz híd, akkor kösse össze az itt lakókat, és akkor egyszerűbb ott összekötni, ahol laknak, és nem valahol egészen máshol. Értjük, hogy az Andor utca úgymond adja magát, hogy ott már úgyis sok autó jár, akkor miért ne járjon még több? De amikor arra azt látjuk, akár a környezetvédelmi hatás tanulmányban, hogy az Andor utcában már most a határérték fölötti a zajterhelés, akkor azért ez erősen kérdéses, hogy azok az embereknek miért kell elviselniük további napi 50 000 autónak a zaj és rezgés terhelését. Hogy azt gondoljuk, hogy ez nem egy olyan játszma, hogy na majd itt a kelenföldiek azok rosszul járnak, de akkor cserébe meg mindenki más sokkal jobban, mert hogy egyáltalán nem értünk egyet azzal, hogy ettől a hittől önmagában máshol kevesebb lenne a forgalom. Thank you.